Ez az az oldal a neten, ahol a digitális állampolgárságról többet megtudhatunk. Az információk mellett innen letölthető a mobilunkra az az alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy például fizikai iratok nélkül igazolhassuk magunkat rendőri ellenőrzéskor. A rendszert szeptemberben élesítik, akkortól lehet majd hivatalosan is használni ezt a virtuális megoldást. De már most jelentkezhetünk, előregisztrációt csinálhatunk, hogy legyen majd érvényes profilunk, mondja a Baranyai kormány. Mi kell az előregisztrációhoz? Kell egy felhasználói profilt létrehozni, ehhez kell egy mobiltelefon, amely erre alkalmas, tehát egy úgynevezett okostelefon, egy személyigazolvány, az okostelefonhoz mobil internet szükséges, és ezzel most az egyszer be kell menni a kormányablakba, később már nem. Tehát, hogy ez az előregisztráció, ez a kormányablakban egy személyes megjelenést követel, igényel, de azt követően már erre nem lesz szükség. A kollégák a kormányablakokban egész nyáron fogadják az ügyfeleket, és segítenek természetesen. Akár az alkalmazás letöltésében, akár a profil létrehozásában. A korhatár 14 év, aki ezt betöltötte, élhet a digitális állampolgár lehetőségével, mondja a főigazgató. Szeptembertől egészen biztos már, hogy egy rendőri igazoltatás során ennek a profilnak a meglétével tudjuk majd igazolni magunkat. Ezt azért is fogjuk tudni megtenni, mert az összes személyi okmányunk ebben az alkalmazásban szerepelni fog. Arra azért felhívnám a figyelmet, hogy a személyi okmányok érvényessége az feltétel, tehát amennyiben egy személyigazolvány, egy jogosítvány lejár, akkor ezt természetesen hosszabbítani kell a megszokott módon még egyelőre, de amennyiben érvényes okmányokkal rendelkezünk, akkor ezek megjelennek ezen az oldalon. Ezeket le is tudjuk tölteni hiteles formában erről az oldalról, ha valamilyen ügyintézésnél kérik ezt tőlünk. A funkciók folyamatosan bővülnek majd a rendszer indulása után, mondja Müllerné dr. Juhos Bernadett. Aláírni is fogunk tudni ezzel az alkalmazással, erkölcsi bizonyítványt tudunk igényelni. Ezek lesznek az első lehetőségeink szeptembertől, majd pedig ezt fokozatosan kiterjesztik. Az állami felületekre a QR kód segítségével azonnal be tudunk lépni, tehát nem kell felhasználó név és jelszó. Ezt megkönnyíti, ahogy említettem, az egészségügyi alkalmazások elérhetőek lesznek. A magyarország.hu, illetve a személyi jövedelemadó oldalra is egy kattintással be fogunk tudni már lépni mondjuk jövő tavasszal, vagy akár bármelyik nap. A piaci szereplők is nyitottak erre, így valószínűleg egyéb helyekre is be tudunk majd így jutni a szakember szerint. A digitális állampolgárságról a dap.gov.hu oldalon talál mindenki további információkat. A főigazgató azt tanácsolja, hogy aki szeretne digitális állampolgárságot a virtuális térben, még most szeptember előtt előregisztrációval ezt kényelmesen megteheti a kormányablakok valamelyikében.